Tavaly összesen 250 ezer személyi jövedelemadó bevallási tervezetet készített el a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez első körben azoknak nyújtott segítséget, akik jövedelmüket egy munkahelyről kapják. 2018-tól azonban bővül azoknak a köre, akiknek előzetes tervezetet készít a hatóság. Fontos változás az idejétől, hogy a munkáltatói adó megállapítás már nem kérhető 2018. január 1-től a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásához. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a 2017-es évről szeretné, hogy elkészítse a munkáltatója bevallását, már nem kérheti meg. Illetve bővült még az a kör is, akiknek most már Nemzeti Adó- és Vámhivatal el fogja készíteni a bevallás tervezetet. Ide az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is beletartoznak majd. Az ügyfélkapun keresztül a tervezet március 15-től lesz elérhető, a bevallásokat beküldeni vagy módosítani május 22-ig lehet. Ezután a NAV a hatóság által készített tervezetet automatikusan elfogadja. Ezt a tervezetet, amint az adózók megkapják az ügyfélkapujukon keresztül, fontos, hogy tekintsék át, illetve nézzék meg a saját pénzügyi bizonylataikat is, és hogyha mindent megfelelőnek találnak, akkor egy elfogadom gombra kattintva már a bevallást benyújtatnak, tekinti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Azonban azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, vagy ügyfélkaput nyitnak rövid időn belül, hiszen így a legegyszerűbb talán leellenőrizni, illetve módosítani is ezt a bevallást tervezetet, vagy pedig postai úton fogják megkapni ezt a tervezetet, hogyha kérik. De ezen túl SMS-ben is kérhetik, vagy ügyfélfogadási időben akár személyesen is megtekinthetik az adóbevallási tervezetet. Az egyéni vállalkozók számára is egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás 2018-tól. Az általános nyomtatványkitöltő program helyett az érintettek az egyszerűbb webes felületen készíthetik el a bevallásukat. A kitöltő program használatával egyszerűen tudnak változtatni az adatokon, akár könyvelő igénybevétele nélkül is.